Az előző epizód könnyedlő párbaja után ismét terepen. Késelés, erőszak és gyilkossági kísérletek elkövetőit üldözik a bűnügyi bevetési rendőrök. Lehet, hogy a szívét érte, hogy bármely pillanatban romolhat. A BRFK bűnügyi bevetési osztályában lassan 5 hónapja kezdtük a forgatásokat. Bemutattuk az előző epizódokban, kik ők és hogyan dolgoznak. Én pedig, ha eddig nem is, 2 év rendőrséges kalandozás után most már teljesen hozzászoktam a kék villogáshoz, a hirtelen adrenalin fröccshöz és az őszinte beszélgetésekhez, amiknek valahogyan mindig a rádió és egy kérdés vetett véget. Megyünk rá? Az előző 2 videóban csak néhány címet bontottunk ki hosszabban, ma viszont tömören, de az elmúlt 1 hónap összes olyan nagyobb történését bemutatom, amin ott voltam, így keresve egy igazán érdekes kérdésre a választ. Mennyi idő ma Budapesten átlagosan, amíg kézre kerül egy súlyos bűncselekmény elkövetője? Órák? Napok? Sorra vesszük az összes érdemleges címnél, ahol ott voltam. Az első forgatási napunk azzal indult, hogy Misiék átvették vadonatúj gépfegyverüket. Mától, ha a BBO-nak kiemelt bűncselekményhez kell mennie, ezeket is készek használni a rend fenntartása érdekében. Kézhezvétel után pedig egyből irány a lőtér, és egy típusra való kiképzés az előző videóból már jól ismert rendőrségi objektumban. Elmélet és gyakorlat egyaránt, de mivel legutóbb eleget lövöldöztünk, ebbe most mélyen nem megyünk bele, már csak azért sem, mert még be sem fejezték a képzést, már is riasztás. Egy férfi értesítette a rendőrséget, hogy barátnőjét egy szociális otthonban a portás csúnyán megverte és lőfegyverrel felszerelkezve túszul ejtette, bezárta az egyik szobába. Minden perc számít. Száguldás, érkezés, gyors információkérés a bejelentőtől, lövedékálló mellény, csőre tölt, és nézzük, mi vár oda bent. Ott vérzik fönt a 308-asban. Jól hangzik, mi? A csapat egyik fele megindult az emeletre, a másik pedig tovább hallgatja az urat, akinek egészen más a véleménye, mint amiről eddig szó volt. Szerinte maga a bejelentő verte el a hölgyet, ő pedig a védelmében nem engedte be az erőszakos embert. Odafönt kiderül, fejsérültről van szó, így indokolt az amúgy is úton lévő mentő. Tökéletes. Egy videófelvétel tényleg minden tisztába tehet, bár időközben a sértettünk is mesélni kezd. Ő védett meg, mondta a hölgy. A kamera felvétel is bizonyítja, valóban a bejelentő bántalmazta a sértettet, akit a védelmében zárt be a portás úr. Bár az előző videó plázás sztoria után már szinte semmi nem lepődünk meg, azért érdekes egy fordulat. Azon nyomban előállították az épület előtt az erőszakos elkövetőt, és irány is a kapitányság. Ügy felgöngyölítve, kb. 10 perc alatt. Következő éjjel ismét nagy címre riasztanak minket. Egy kertvárosi utca nyugalmát egy késeléses támadás zavarta meg. Egyelőre nem tudni a sértett milyen állapotban van, de nagy a baj, az biztos. A kerületi járőrök és a mentők mellett a BBO is úton a helyszínre. Érkezésünkkor a megszúrt fiatalember már a mentőben fekszik, súlyos a sérülése. Geriék információgyűjtésbe kezdenek. Barokai megvannak? Mire senki nem tud semmit.
jelenti, hogy tájékozódunk. A támadáskor a sértett és barátja sétáltak haza, a házuk előtt történt az incidens. Egy ismeretlen autó fékezett le, két személy kiszállt, dulakodtak, megtörtént a késelés, majd az elkövetők elmenekültek a helyszínről. A szemtanú jó barát elmondása szerint idegenek voltak, és teljesen ok nélkül történt minden. Hogy mi történt? Nem arról, hogy kellene csak konkrétan, ami történt. Én csak így néztem, hogy miért? Tehát megállt itt egy autó. Minden szó nélkül mi történt? Károkodás, dulakodás, majd ez a szúrás. Már ekkor feltűnt a nyomozóknak, hogy a sértett társa kicsit zavartan beszél, mintha valamit nem akarna elmondani. Lehet, hogy a szívét érte, bármely pillanatban romolhat. Szúrt vagy vágott a sérülés? Szúrt. Mekkora a nagyjából a szúrás? Hát olyan 2 centiméter. Már kapok 8 filmot, úgyhogy annyi. Opsi, sok tanító. Okay. A mentő után Gerék a családhoz mentek, kiderült, látták az incidenst és be tudták azonosítani az elkövetőt, aki az ismeretségi körbe tartozott. Viszont ez ellentmondásos a minden tagadó szemtanúval, aki azt állította, hogy nem ismeri őket. Kevés nyomozás után viszont erről kiderült, egyszerűen lehetetlen. És hogy miért? Van 2 elkövető, nem tudjuk melyik szót, de 2 támadó volt egyszer. Az egyik támadóval korábban valamikor, nem ma, de együtt igazoltatok. Tehát benne van a rendőrségi rendszerben. Teljesen véletlenül az, hogy most itt van ez a gyerek, és korábban együtt igazoltatok, és nem ismerik egymást. Ezt ki fogja elhinni? Valahol régen együtt igazoltatták a támadót és a mostani szemtanút. Különös véletlen mi? Innentől már nem sok kérdés és oknyomozás kellett, mire összeállt a teljes kép. A sértett és a támadó egy szerelmi vitába keveredett egy hölgy miatt. Ezért történt mindez. És mire minden kérdés végére pontot tettek, eltelt 1,5 óra. Nem kellett sok a gyanúsított felkutatásához sem, ez azonban már nem BBO-s feladat volt. Elég sűrűn találkozunk úgynevezett Andersen effekttel, amikor mesemondónak képzelik magukat a elkövetőink vagy a sértetteink. Senki nem tud semmiről, senki nem ismer senkit, néha valamikor egyszer igazoltatják őket, de ők váltig állítják, hogy nem ismerik egymást. Tehát az hagyjuk már. Na. Nem ritka a hasonló magatartás, rövidke szemlélő pályafutásom során is gyakran találkoztam olyan esetekkel, amikor valaki igazából mindegy milyen indokból kifolyólag, de jobbnak látta nem elmondani az igazságot, még akkor is, ha egyébként nem ő az elkövető. Következő esténk főszereplője is megpróbált mindent tagadni, bár ő az utóbbi státuszban. Ismét éjjel érkezett a riasztás, ismét késelés, ezúttal Zugló. 2 egymásnak ismeretlen férfi csapódott össze egy rögtönzött ivászatra az utcán. Egyikük fázott, a másik adott egy kölcsönpulcsit, csak hogy az távozáskor nem igazán tudta visszakérni, ezen indult meg a vita, a következmény pedig gondolhatjátok. Sértettünk szerencsére a tegnapihoz képest lényegesen jobb állapotban várt minket a mentőben, pontos személyleírást kaptunk, és pár utcával lejjebb pillanatokon belül meg is fogták a rendőrök az elkövetőt. Ő azonban, láss csodát, mindent tagadott. Ismerj egyébként az embereket? Én Turkolotán, ott ismerkedtünk össze a Polifánál, a padóban. Igen? Turkó már beszélgettünk össze, ismerkedtünk együtt a Nikó és Pálik egy hátnál. És lejöttünk oda jönni. És utána? És utána elkezdtünk inni, beszélgettünk, és jött neki ilyen olyan pszichopata, hogy ő így meg úgy megöl mindenkit, meg satabbi. Nem mondjam ennek, hogy a csajnak is valami volt, csávója volt, meg ez, meg az, meg megöli, magát is megöli, meg ilyeneket magyarázott nekem. Én pedig mondtam neki, hogy nekem nem mondja ilyet, légy, és aztán hirtelen jött neki egy, hogy meg. Mondom, engem nem már meg, légy, és nekem ugrottak. A 2 történet szinte mindenben különbözik, az igazi tagadás viszont az eszköz körül volt. Váltig állította az emberünk, hogy nála ugyan nem volt kés. Ez persze lehetetlen, a mentősök azonnal megállapították, hogy a sérültnek szúrt sebe van. A rendőrök szóródtak szét kutakodni, miközben Zsoltiék tovább próbálkoztak. Továbbdoktora. Nem véletlenül kérdezők, tudjuk, hogy van kés. Na most maradjunk akkor a jogos önvédelmi, ugye? Ettől függetlenül akkor is van rajta egy szúrt sérülés. Nem okozhatta még? Nem. Hát az üveg, nem. Üveget, nem látták, hogy mit csinálta? Van üveg, nem, biztos nem tudom. Ez mély, keskeny és hosszú. Tehát ez nem tudja üvegszirát okozni, pláne magának.
Hosszas érvelés és a következmények felsorolása után végül az úr csak meggondolta magát, és belement, hogy megmutatja az elrejtett kést. Néhány utcával lejjebb egy csatornafedélhez vezetett minket, abba dobta bele az eszközt. Úgy letudva, talán egy óra. Akkor ismerkedésnek lett a vége, vagy szurkálás. Az emberünk váltig tagadott, hogy már pedig nem. Ezeknek súlyos következményei vannak, hogyha a hatóságot félrevezetjük, hazudunk. A következményt rengeteg tényező formája, de a hamis tanúzásért akár több év szabadságvesztés is járhat. Nyilvánvalóan utóbbi a súlyosabb bűncselekményekre vonatkozik, de nem csak ott próbálkoznak meg vele az emberek, legáltalánosabb esetekben is előfordul, hogy nem igazat mondanak, de ezt nevezzük most csak blöffnek. Erre rengeteg példát találtuk a pofátlan tanítós videónkban, de ebben a hónapban sem volt belőle hiány. Csak hogy két példát említsünk a sokból, blöffölt ez az ember, hogy nem ment át a piroson. Mivel volt fedélzeti kamera, így hiába a magyarázkodás. És blöffölt ő is, hogy nem részegen biciklize. Bár ez tényleg nem egy kifejezett BBO-s feladatkör, de amikor a kerékpáros majdnem a mi kocsink alá esett be, csak megállítottuk. Ő pedig ahelyett, hogy elismerte volna ittasságát, kérdőre vonta, kik is vagyunk mi. De nem tisztok. Rendőrök vagy? Nem tudom, ott mit lát? Meg itt mit lát? Villagult. Bár Misi az egész intézkedés bemutatkozással kezdte, 10 perc után sem esett le az úrnak, hogy rendőri intézkedés alá vonták. Se baj, jobb később, mint soha. Térjünk vissza a bűncselekményekre. Az egyik legviccesebb és legrövidebb felgöngyölítés a Boráros téren történt, ahol perekedés miatt riasztották a rendőröket. Kiérkeztünk arra, az egyik elkövető már bilincsben, a másik viszont konkrétan a semmiből oda sétált hozzánk érdeklődni, hogy mi van a barátjával. Ő nyilván tagadott minden, de mivel a 4-es-6-os vonalán a négyzetméterre eső kamerák száma kb. Több az emberekénél, már ebben a pillanatban pontosan tudták, hogy ő a másik emberünk. Őt kerestétek? Igen, mondta, hogy ott van. Na jó. Ez a sztori azért is emlékezetes számomra, mert pár órával később kaptam egy Instagram üzenetet attól az embertől, aki kihívta a helyszínre a rendőröket és felismert minket. Nagy köszönetet küld rajtunk keresztül a helyszínen intézkedőknek. És a sztori megoldása? Hát 6-8 perc. Na de a végére hagytam egy fogósabb szitut, aminél bár én nem voltam sajnos ott, de az elmúlt 3 epizód szereplői igen, és emiatt is ül most Misi díszruhában. Egészen aktuális ugyanis, hogy megoldották a néhány nappal ezelőtt történt Facebookon is nagy nézettséget elérő kisbolti késes rablás ügyét. A támadó kitömött hassal, parókával lépett be az ABC ajtaján, és egyből a lényegre tért. Az egyik eladó sokkos állapotba került, de szerencsére sérülés nem történt, a pénz megszerzése után pedig menekülésbe fogta a fiatalember. A kamerakutatás alapján eljutottunk egy régi bérházhoz. Kezdődött ott, hogy a bejutás, nem akartak minket beengedni, de hála a jó Istennek pont akkor egy postás érkezett, aki beengedett minket, tőle tájékozottunk. Ennek következtében sikerült egy olyan emeletre jutnunk, ahol végül sikerült az elkövetőnket megtalálni. Fehér talpú, fekete felső sportcipő viselt az elkövetés idején, és lásd csodát, amikor beléptem a lakásba, mi fogadott az ajtó mellett, egy ugyanolyan típusú cipő. És akkor itt már elkezdett a vészcsengő, hogy ajajaj, itt már valami van. Mikor Misiék rájöttek, hogy tényleg sikerült a jó helyre becsöngetni, leadták a drótot és egy nagyobb egység kíséretében elfogták és előállították a támadót, aki, most már ne is lepődjünk meg, először minden tagadott, de a szokásos menetrend szerint rövid időn belül teljes bevallást tett. És hogy gyönyörű happy ending legyen, Misiék pedig a budapesti rendőrfőkapitány által jutalomban részesültek a profi munkáért. Az ügy megoldása 3 napot vett igénybe. Összegezzünk. Ez nyilván egy teljesen szubjektív lista, a sors alakította így, és tudom, sok olyan eset van, ahol akár lényegesen hosszabb ideig tart a nyomozás, meg olyan is, ahol még kevesebb, viszont én ezeket éltem át. A súlyos, főképp életellenes bűncselekmények azonban rendszerint villámgyorsan felderítésre kerülnek a fővárosban, ami azt gondolom elég megnyugtató, köszönhetően természetesen nem csak a BBO, hanem számos más osztály áldáz munkájának is.
Jó volt közel fél évig a bevetésiekkel lenni, és egészen biztosan vissza fogunk még jönni később. A következő néhány epizód azonban más izgalmakat rejt, addig is, ha tetszik a munkánk, egy feliratkozást, lájkot, akár Patreon támogatást megköszönünk. Instán pedig megtaláljátok a kimaradt pillanatokat. Sziasztok!